Hölgyeim és uraim, megjelent Pozsonyi Ádám, hogyan pukkasztunk liberálisokat? Elárulom, a lipsik nagyon utálják. Kapható az Kítiában. A körmeimet rágtam a hétvégén, vaj, meg lesz-e a kellő százalék? Bizonyára önök is látták, mit látták, ott ültek önök is szorongva a képernyő előtt, úgy, mint én. Vajon Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr megkapja-e a kellő támogatást? Megadja-e neki azt a párt? A Magyar Szocialista Párt. Mert ő megmondta, mert ő azt kilátásba helyezte, ha nem lesz meg a tagságtól a kellő arányú támogatás, hát bizony ő lemond. Az emberek nem gondolják végig, hogy tetteiknek olykor következményei is vannak. Minden félét, hogy a miniszterelnök úr saját szavait alkalmazzuk, durvaságokat mondanak neki. Mármint a miniszterelnök úrnak. Nyilvános gyűléseken. Én nem tudom, mit akarnak voltak épp az emberek. Gyurcsányt akarodj! Ezt a durvaságot hallani egyre több helyütt az országban. Úton, útfélen, mondják, kiabálják, szajkózzák. Táblákra, transzparensekre pingálják ki. Jó ez? A hétvégén, ha jól tudom, már 200 település vett részt ebben a szörnyűségben. Ebben a borzalomban. Mondják meg, uraim, de most őszintén. Kell önöknek hiszékeny Dezső. Szerintem maradjon a Gyurcsány. Ne menjen el! Ne köszönjön le! 1994-ben jött ugye a Hornyula. Megválasztották. Ezt az embert itt. Nézzék! Ez neki a feje. Bolsevik. Pufajkás. Alkoholista. Egyesek persze mindjárt húzták a szájukat, hogy így meg úgy. Még nagy tiszteletű Bajer Zsolt meg Lovas úr is ezt meg azt írta. Idézem, nem is idézem. Csúnyákat írtak róla. Az biztos. Volt feje ő neki? Volt. Szerette a pityókát? Szerette bizony. Pufajkás volt? Az hát. De engedtessék meg nekem, hogy az imént említett úriember közkedvelt mondását idézzem ezzel kapcsolatban, de olyannyira illik, hogy azt mondja, na és? Mondják meg, uraim, de most őszintén. Kell önöknek hiszékeny Dezső? Megyesi miatt meg. Már egyesek egész oda voltak, hogy ez itt már mindennek a teteje. Hogy ügynök, meg D209, meg hazaárló, meg hogy Román Bérenc. Mert ráfogták, hogy együtt ünnepelte az oláhokkal Trianont, meg hogy ez egy kretén, aki még beszélni se tud. Idézték mondatait, csócsálták, szaggatták, nevetségesítették. Ügynök volt? Az. Beszédhibás volt? Hát persze. De uraim, könyörgöm, egyre válaszoljanak. Kell önöknek hiszékeny Dezső! Hölgyeim és uraim, 2007 van, és van nekünk itt ez a Gyurcsány. Már másodszor. Nézzék meg a fejét. Ezt, meg ezt itt. Ez egy fej, ez egy ember, és ez egy miniszterelnök. Ne is mondjanak semmit, ne fárasztanak még ezzel is. Szidják őt, gyalázzák. Gyurcsányt akarodj! Igen, persze, kretén, meg pszichopata, meg lövetett, meg 23-a, meg Gergényit kitüntette, meg koncepciós perek. Meg hát szemmel láthatóan elmebeteg. Igen, persze, ezt mind tudjuk. De uraim, hadd tegyem fel a kérdést ismét. Ígérem utoljára. Kell maguknak egy hiszékeny Dezső?
mielőtt nekem szegeznék némi szolíd, firtató jelleggel, előre is leszögezem, nem tudom, ki ez a hiszékeny Dezső, ez az ember. De annyira hülye egy neve van. Az MSZP képviselők listáján bukkantam rá, valami negyedik kerületi pasas. Nézzék meg a fejét. Így fest ő. És gondolják el, mi lesz, ha ő a következő? Ki tudja, mi lakozik benne? Hát nem látják, hogy mi mindig azt hiszük, hogy nem lehet már rosszabb, hogy ez már maga a végpont, a lejtő legalja, a mocsok és fertő és totális posvány. Aztán mindig tévedünk, mert mindig van még lejjebb. Hagyják már azt a Gyurcsányt, ne bántsák, ne piszkálják, fejezzék ezt be. Most rögtön. Mert a végén még tényleg elmegy, tényleg lemond, és akkor majd ki tudja, mi lesz. Hölgyeim és uraim, mégis hadd tegyem fel a kérdést. Most már tényleg utoljára, most őszintén. Kell maguknak egy hiszékeny Dezső?